karrier lehetőség a megyében. Több mint 100 nyíregyházi, debreceni és miskolci mérnökhallgató vett részt a Nyitott Gyárak Napja elnevezésű rendezvényen Mátészalkán és Nyírbátorban. Jól járnak a kisebb üzletek, 10-15%-os forgalomnövekedést hozott a vasárnapi boltzár a kisboltoknak, a törvény bevezetése óta egy év telt el. Gyakorlat tanulószerződéssel. Ettől az évtől változás, hogy nem augusztus közepéig, hanem már májusban meg kell kötni a szerződéseket. Több mint 100 nyíregyházi, debreceni és miskolci mérnök hallgató vett részt a harmadik alkalommal megrendezett Nyitott Gyárak Napja elnevezésű rendezvényen Mátészalkán és Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A programban résztvevő nagyvállalatok és önkormányzatok célja az, hogy a régióban tanuló, valamint az onnan származó képzett fiatalok számára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kínáljanak biztos megélhetést és versenyképes karriert. A Magyarországon egyedülálló karrierprogramot 2013-ban indították el a két város nagyvállalatai és önkormányzatai azzal a céllal, hogy a diákok megismerhessék leendő gyakorlati vagy munkahelyüket, illetve azokat az elvárásokat, amelyekkel egy-egy mérnöki, informatikusi állásra jelentkezve találkozhatnak. Persze a cégek számára is fontos a megfelelő szakember utánpótlás. Leginkább villamosmérnököket, illetve PLC mérnököket tudunk foglalkoztatni, de mivel a gyáraknak a nagy többsége folyamatosan fejlődik, így nem csak az Unilever, hanem a többi gyár is keres fiatal mérnököket, gépészmérnököket is, de logisztikai szakirányra rendelkező végzett friss diplomásokat is. Nyírbátorban fontosnak tartják, hogy megismertessék a fiatalokat azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a város kínál számukra. Egyfelől meg tudjuk mutatni nem csak az idősebb, hanem a munkát most kereső fiatal generációnak, hogy ez a térség és ez a város nagyon sok érdekes dolgot kínál, nem csak a munkahelyeken egy előrejutási lehetőséget, hanem a városban számos olyan dolog, ami az ő jövőjük, családjuk szempontjából rendkívül hasznos. És van még egy nagyon fontos eleme ennek a programnak, ami egy előremutató dolog, ez pedig az összefogásban rejlik, hiszen meg tudják mutatni az itt a térségben működő Nyírbátorban, Mátészalkán működő vállalatok, hogy egy adott cél érdekében össze tudnak fogni. A Mátészalkai önkormányzat is igyekszik mindent megtenni azért, hogy otthon tartja a pályakezdő fiatalokat. Célunk az, hogy egy élhetőbb várost hozzunk létre Mátészalkán, éppen ezért mindenképpen akár lakások, fiatalok lakáshoz jutatási lehetőségével, akár ilyen szakmai bőrzékkel, vagy egyáltalán, mivel generációk nem szeretnénk, hogy generációk szétszakadjanak Mátészalkán, ezért nagyon szeretnénk, hogy ezek a fiatalok visszajönnének, és a szülői házhoz közel letelepedve lehetőséget tudnánk biztosítani a jövőben ezeknek a fiataloknak, hogy Mátészalkán élhető és számukra megfelelő környezetben a boldogulásukat biztosítani tudják. Ez esetben egybeesnek az önkormányzat és a nagyvállalatok céljai. Igyekszünk olyan kihívással teli pozíciókat kínálni nekik, ami arra serkenti őket, hogy minket válasszanak. Tehát mi azokat a hallgatókat célozzuk meg, illetve a munkavállalókat, akiknek valamilyen kötődésük azért van a térségbe, tehát szülők itt laknak, vagy innen származnak, és próbálunk nekik olyan perspektívát nyújtani, például külföldi kiküldetésekkel, vagy akár hosszabb külföldi munkával, és ami kielégíti azt a vágyukat is, hogy legyen valami világlátású, de ugyanakkor pedig helyhez kötöttek valamilyen szinten. A leginkább érintettek, azaz a diákok abszolút nyitottan, érdeklődően járták végig a 6 nyitott gyárat. Az eddigi benyomásaim nagyon jók, nagyon sokszínű ez a bemutató, nagyon sok mindent megtekinthetünk, nagyon sok kérdésre válaszolnak. Betekintést nyerhet bárki az itt végzett munkában, és a jövőnket tekintve is ez egy nagyon fontos, és egy nagyon hasznosnak tartom ezt a lehetőséget, hogy a hallgatók eljöhetnek, és saját szemeikkel láthatják ezt a munkafolyamatot, ezt a műveletet, amelyet folytatnak a cégekben. A rendezvény zárásaként a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedző Kemény Dénes a karrierépítésben jól hasznosítható tanácsokkal látta el a pályájukat tervező fiatalokat. 10-15%-os forgalomnövekedést hozott a vasárnapi boltzár a kisboltoknak, de a törvény bevezetése óta egy év telt el. 250 milliárdot hozott a szabályozás a kisebb élelmiszerüzleteknek az országos adatok szerint. A kisboltokban a hétvégi pihenőnapokon családtagok dolgozhatnak.
Nem csak hétvégén, de hétköznap is forgalmas ez a kisbolt Nyíregyháza belvárosában. Minden megtalálható, amit egy élelmiszerüzletben kereshet a vevő. Friss pékárú tejtermékek, sőt a nagyobb forgalmat az üzleten belül kialakított kis kávézónak és lottózónak is köszönheti a vállalkozás. A vasárnapi zárvatartás megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait, inkább hétköznapokra esnek a nagy bevásárlások, és hétvégén a kényelmi szempontok miatt jó, ha nyitva tartanak a kisboltok. Jobban szeretünk a kisboltba olyan szemszögből, hogy gyorsabban le tudjuk bonyolítani a vásárlást, de nyilván egy nagyobb áruházba, nagyobb bevásárlóhelyen nagyobb a választék. Több lehetőség van a választásra. De hogyha gyorsabban szeretnénk lebonyolítani, akkor mindenképp a kisboltot szeretnénk előnybe részesíteni. A kisboltok számára előnyös, hogy hétvégén is nyitva lehetnek, nagyobb a forgalmuk. Korábban is voltak non-stop élelmiszerboltok, amelyek hosszabb nyitvatartással üzemeltek, illetve a hétvégén is nyitva tarthattak. A családi kör, tulajdonosi kör meg tudja ezt oldani, és szívesen vagyunk is a pult mögött ezen a napok alkalmával. Kicsit több lett a forgalom, azt tapasztaljuk, hogy olyan új vásárlóink is lettek, akik korábban nem voltak. Tehát pont ebből az apropóból látogattak el hozzánk, és ismertek meg, és aztán szerettek meg minket. A multiknál dolgozó kereskedelmi alkalmazottak ragaszkodnak a vasárnapi pihenőhöz, miközben a multiknál a szombati meghosszabbított nyitvatartással kompenzálják a vasárnapi bevétel és forgalom kiesést. A törvény miatt nem voltak elbocsátások a nagyobb kereskedelmi üzletláncoknál sem. 3000 tanuló szerződéses diák tanul jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezek a tanulók külső vállalkozásoknál töltik a szakmai gyakorlatot és fizetést is kapnak. Ettől az évtől változás, hogy nem augusztus közepéig, hanem már májusban meg kell kötni a tanuló szerződéseket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy külön weboldalt is indított a diákok és a vállalkozók számára, ahol minden információt megtalálnak a szerződéskötésről. Ezek a diákok jelenleg is tanuló szerződéssel dolgoznak ebben a nyíregyházi étteremben, ezért pedig havi juttatást kapnak a tanulók. Ez az összeg átlagosan 11.500 forint a nappali tagozatosoknak, az esti képzésen résztvevőknek közel 7.000 forint, míg a levelezős diákok alig több mint 2.300 forintot kapnak. Általában 7-8 órákat dolgozunk, de ez majd nyáron megemelkedik, hogyha rendezvények, stb. Nagyon jó, nagyon sokat foglalkoznak a tanulókkal. Nekem eddig nagyon jó. Elsős vagyok, de nagyon tetszik. Nem csak a tanulóknak, a képzőhelyeknek is megéri a diákokat alkalmazni. A külső gazdálkodó szervezeteknek ugyanis szakmánként és a tanulói jogviszonytól függően meghatározott támogatás jár. Így például egy nappali tagozaton tanuló szakács után több, mint 680.000 forint éves alapnormatívát kap a munkaadó. Sok esetben a diákokat a képzés után is alkalmazzák, ráadásul a szakács szakma hiány szakmának számít a régióban. Azért vált a szakács szakma hiány szakmával, mert elmentek külföldre. Itt nekem ezzel kapcsolatban is kételjem, mert mindig azt mondom, hogy az a szakács, aki tud már valamit, az menjen külföldre. De akinek még erősödni kell, annak itt kell dolgozni, kicsit megerősödjön, akkor lenne értelme külföldre kimenni. Mert az, hogy kell, aki menjen kis külföldre mosogasson, annak nem sok értelme van. És sajnos ez a jellemző, hogy megvan a papír, és menjünk kifele külföldre. Minek? Nem tudom. Minden szakképzésben tanuló diáknak lehetősége van az iskolai tanműhelyen kívül az intézménnyel szerződött képzőhelyen tölteni szakmai gyakorlatát. A diákok így az elméleti oktatást az iskolapadban, míg a gyakorlatot vállalkozásoknál teljesíthetik, abban az esetben, ha eredményes 9. osztályos szintvizsgát tettek. Az elsődleges tanuló szerződés kötési időszak ez a május hónap lesz. Eddig augusztus végéig, augusztus 15-éig kellett megkötni a szerződéseket. Tehát ez az új rendszer azt hozta, hogy előrébb jön a tanuló szerződés kötés időszak. Megyénkben jelenleg 3000 tanuló szerződést tartunk nyilván. Ez a szám évről évre növekszik, és 2018-ra azért szeretnénk elérni, hogy az össz tanuló létszámnak azért 60-70%-a tanulószerződéssel külső gazdálkodó szervezetné vegyen részt a gyakorlati képzésben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy külön weboldalt is indított a tanulószerződéses diákok és a képzőhelyek számára a közelmúltban, a minél gyorsabb információáramlás és az elektronikus ügyintézés elősegítésére. Minden információ és aktuális hír megtalálható ezentúl a www.tanulószerződés.hu honlapon.
Soha nem vennének fel devizahitelt, és minden kölcsönt meggondolnának. Ezeket mondták a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium diákjai a Pénz Hét című országos programsorozat iskolai óráján. Az intézmény évek óta részt vesz az akcióban. Azt szeretnék, ha a végzőseik nem csak matematikai és az irodalmi, hanem a pénzügyi fogalmakkal is tisztában lennének. Megtakarítások kezelését választottuk nektek, mert úgy érezzük, hogy ez már a mi korosztályoknak inkább megfelel. A bankrendszer legfontosabb elemeiről is hallhattak a diákok a Pénz Hét nyíregyházi óráján. A fiatalok azt mondták, jó, hogy ilyen kérdésekről is tanulhatnak az iskolában. Sok új dologgal megismerkedünk, amit ők később tudunk talán majd hasznosítani, meg ő hát úgy felkészít minket valamennyire így a nagy életre, szóval szerintem mindenképp hasznos. 2015-ben csatlakozott Magyarország az európai kezdeményezéshez. A diákok úgy látják, kevesebb meggondolatlan pénzügyi döntést hoznak akkor, ha az alapfogalmakkal tisztában vannak. Szerintem is nagyon fontos megismerkedni az ilyen új információkkal, főleg a mai diákoknak. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ne essünk olyan hibákba, mint mondjuk a szüleink vagy a környezetünkben élők. Volt olyan diák, aki már tavaly is részt vett a Pénz Hét programon. Országosan 315 ezer fiatal csatlakozott a kezdeményezéshez. A mai világban már nem engedheti meg magának senki azt, hogy ne tudjon semmit a pénzről, vagy hogyha már tud is valamit, azt tudja jól, és akkor jobb, hogyha olyan embertől hallja, aki ért ehhez. A Magyar Bankszövetség és civil szervezetek koordinálják a programot országosan. A Zrínyi igazgatója azt mondta, a pénzügyi oktatás hamarosan beépül a kötelező tananyagba is. A nemzeti alaptantervbe is belekerült, például egy életvitel című tantárgy, aminek még nem láttuk a követelményeit, de az, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelés ott van, az teljesen biztos. Idén március 7-e és 13-a között rendezték meg a Pénz Hét sorozatot. Országosan 788 általános és középiskola csatlakozott a programhoz. Idén is lesz Teszed akció. A kezdeményezésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két fordulóval az alapszakasz vége előtt a nyíregyházi kosársuli a második helyen áll az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláján. Farkasinszky Gyuláné együttese a hétvégén a 100%-os teljesítménnyel listavezető MTK Budapestet fogadja. A fiúknál a nyíregyházi Vasvári gimnázium, a lányoknál pedig a szintén nyíregyházi aranycsapata nyerte az 5.-6. korcsoportos amatőr röplabda diákolimpia megyei döntőjét. A két együttes április közepén a debreceni országos fináléban lép majd pályára. Tavaly több mint 6000-en csatlakoztak a Teszed akcióhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A megyei önkormányzat idén ismét részt vesz a szemétszedési kezdeményezésben, amellyel a környezet tudatosságra és az önkéntességre kívánják felhívni a figyelmet. A 6. Teszed akcióra 2016. április 18-án éjfélig lehet jelentkezni. A programmal idén is kapcsolódik hazánk a nemzetközi személygyűjtési kezdeményezéshez, melynek keretében évek óta a magyar önkéntesek a legaktívabbak. Móni István, a Teszed akció projektvezetője kérdésünkre elmondta, tavaly megközelítőleg 1500 kukás autónyi szemetet szedtek össze az önkéntesek az országban. Egyrészt az akció célja felhívni a figyelmet az önkéntes munka fontosságára, arra, hogy nem mindig arra várjunk, hogy valaki más megcsináljon valamit helyettünk. A másik célja az akciónak a környezettudatosság fejlesztése, növelése a lakosságban. Ehhez kapcsolódóan az akció keretében mi gyakorlatilag a mások által elhagyott, eldobált szemetet szedjük össze önkénteseinkkel. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, az idei évben egy civil szervezettel és a megyei fejlesztési ügynökséggel közösen regisztrálnak a szemétszedési akcióra. Azt hiszem, hogy a szemlélet szempontjából, a szemléletformálás szempontjából ez egy jelentős fórum, és ezért csatlakozik a megyei önkormányzat is, amikor csak tud ehhez a kezdeményezéshez. Idén szeretnénk egy kicsit újítani a dolgon, és civil szervezetet is bevonni, és egy ilyen közösségen belül még egy közösséget létrehozva hozzájárulni ehhez, ennek a mozgalomnak a céljához. A tavalyi évben 170 ezeren csatlakoztak az akcióhoz, a megyéből több mint 6 ezeren vettek részt a személygyűjtésben. Országosan összesen 2300 tonna, vagyis 9000 köbméter szemetet szedtek össze a Teszed önkéntesei. Köszönöm.
Két fordulóval az alapszakasz vége előtt a nyíregyházi kosársuli a második helyen áll az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláján. Farkaséczky Gyuláné együttese a hétvégén a 100%-os teljesítménnyel listavezető MTK Budapestet fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az ünnepi hétvégén nem rendeztek fordulót az amatőr nemzeti bajnokságban, így a csapatok pihenhetek egy keveset az alapszakasz hajrája előtt. A nyíregyházi kosársuli idei 6 meccséből 4-et megnyert, a Debrecen, a Kecskemét, a Nemzetvédelmi Egyetem és a Szolnok ellen győztek Farkaséczky Gyuláné tanítványai, a Vasastól és a Szegedtől viszont vereséget szenvedett az NKS. Az edzőnő szerint a csapat jó formában várja az alapszakaszból hátralévő két meccset és a rájátszást. Területi problémáink azok nincsenek, tehát az látszik mérkőzésről mérkőzésre, hogy a kulcsjátékos azok azért a nagyobb terhelést is meg tudják oldani, tehát az világ végjátékra nem szokott gond és probléma lenni, tehát eddig nem nagyon volt még olyan mérkőzésünk, hogy most ha azon múlt volna a dolog, hogy végjátékot végig tudtuk-e játszani, vagy esetleg addigra elfáradtunk, hogy a Szegednél is pontosan a végjátékunk volt az, ami jobb volt, csak éppen az előtte lévő időszakban olyan hibákat vétettünk minden szinten, tehát úgy a védekezés, mint a támadásban, ugye, hogy ezt már a végjátékra nem tudtuk kijavítani. Én úgy gondolom, hogy azt, amit meg kellett tennünk, azt megtettük. Azt, hogy a szerkezetre nem vagyunk olyan jó szerkezet, mint amit az előző években voltunk, ez tény és való. Ezért kell megpróbálni mindenféleképpen az utánpótlás korú játékosok közül többet beépíteni. A következő fordulóban a tabellás 100%-os teljesítménnyel vezető MTK Budapestet fogadja az NKS. Én mindenben reménykedek, meg is próbálunk mindent megtenni a győzelem érdekében, de hát sokkal jobb játékos állománnyal rendelkezik, egészen más a szerkezete, tehát ő valóban már a következő évi NB1-ás tagságára készül, és utána van még egy kisnánkerni mérkőzésünk idegenben. Nem hiszem, hogy az gondot és problémát okozhat, és hogy nekünk az a mérkőzés feltétlenül kell ahhoz, hogy a második helyen tudjuk zárni az alapszakaszbeli küzdelmeket, és hogy akkor ez azt jelentheti, hogy a rájátszásban két hazai mérkőzésünk van, amin úgy gondolom, hogy azért ez egy nagy előny lehet a további mérkőzésekre nézve. A nyíregyházi kosársuli MTK Budapest mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A fiúknál a nyíregyházi Vasvári gimnázium, a lányoknál pedig a szintén nyíregyházi aranycsapata nyerte az 5.-6. korcsoportos amatőr röplabda diákolimpia megyei döntőjét. A két együttes április közepén a debreceni országos fináléban lép majd pályára. A diákolimpia nyílt sorozatával szemben az amatőr sorozatban csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik legalább 2 évvel korábban befejezték a sportolás egyesületi szinten. Így vagy az adott sportág alapjait korábban klubszinten elsajátító, vagy a sportággal az iskolai testnevelési órákon megismerkedő gyerekek vetélkedhetnek az amatőr versenyrendszerben. Az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpia megyei döntőjében az amatőrök között először indult el a Vasvári, amely a fináléban az Éviszt 3-0-ra legyőzve meg is nyerte a tornát. Az első szett úgy gondolom, hogy jól játszottunk, valahol a második szett 8 magasságában egy kicsit talán már azt hittük, hogy zsebben ez a mérkőzés, és aztán egy nyugvelés vége egészen szoros lett, azt hittem, hogy egy picit könnyebb lesz. A lányoknál a tavalyi országos győztes aranycsapata a vártnál nehezebben kétszettes hátrányból fordítva szerezte meg az Zrínyi ellen az aranyérmet. Nagyon jól indult a sorozatunk, a selejtezőben nagyon jól szerepeltünk, jó mérkőzéseket játszottunk, viszonylag könnyű mérkőzéseket. Úgy gondoltam, hogy itt is viszonylag könnyebb lesz. Emberünkre találtunk, úgymond itt a Zrínyi személyében. Nagyon ügyesek és nagyon technikás játékosokkal találkoztunk. Indisponáltan kezdtünk. Ettől függetlenül ők is bele-bele hibáztak, nagy akaraterővel és nagy játékakarással visszahoztuk a sírból úgymond a mérkőzést, a végén pedig úgy gondolom, hogy aki kevesebbet hibázott, az győzött. Az országos döntőt április közepén rendezik meg Debrecenben. A fiúknál és a lányoknál egyaránt 20 csapat lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 100 nyíregyházi, debreceni és miskolci mérnök hallgató vett részt a 3. alkalommal megrendezett Nyitott Gyárak Napja elnevezésű rendezvényen Mátészalkán és Nyírbátorban. A programban résztvevő nagyvállalatok és önkormányzatok célja az, hogy a régióban tanuló, valamint az onnan származó képzett fiatalok számára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kínáljanak biztos megélhetést és versenyképes karriert.
10-15%-os forgalomnövekedést hozott a vasárnapi boltzár a kisboltoknak. A törvény bevezetése óta egy év telt el. 250 milliárdot hozott a szabályozás a kisebb élelmiszerüzleteknek az országos adatok szerint. A kisboltokban a hétvégi pihenőnapokon családtagok dolgozhatnak. 3000 tanulószerződéses diák tanul jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezek a tanulók külső vállalkozásoknál töltik a szakmai gyakorlatot, és fizetést is kapnak. Ettől az évtől változás, hogy nem augusztus közepéig, hanem már májusban meg kell kötni a tanulószerződéseket. A Kölcsei Televízió iradóját látták hétfőn, friss hírekkel természetesen holnap, nemzeti ünnepünkön is jelentkezünk, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!